Fővárosi siker született a felsőházi rangadón. Mezőköves Gyóri felnőtt labdarúgó csapata 1-0-ás vereséget szenvedett április 3-án. A NESZ Hungary MB2 keleti csoportjának 20. fordulójában a fővárosba látogattak sivákék. A találkozó rosszul kezdődött csapatunk számára. Az 5. helyen álló hazaiak első lehetőségeket gólra váltották, miután egy védelmi hibát kihasználva Nikházi révén bevették Szántai kapuját a 7. percben. A gól után kiegyenlített játék folyt a pályán, a kapuk csak ritkán forogtak veszélyben. Fordulás után is elsősorban mezőnyben folyt a játék, a csapatok kevés lehetőséget tudtak kidolgozni a kapuk előtt. Az 58. percben érdekes események zajlottak le a játéktéren. Egy gyors kontra végén Szabó lépett ki remek ütemben a hazai védők között, akit a kapujából kifutó hegedűs csak szabálytalanul tudott megállítani. A vendéglátók hálóőre utolsó emberként lépett be a támadó elé, azonban a játékvezető a partjelző intésére les miatt szabadrúgást ítélt a kékfehérek javára. A jelenet erősen vitatható volt, hiszen az asszisztens az indítás pillanatától kezdve végig követte az akciót és elsőre láthatóan szabálytalanságot jelzett, majd hosszú másodpercek elteltével intett lesállást. Szabó a kapus belépőjét követően nem tudta folytatni a mérkőzést, ráadásul a játékvezető az eset miatt reklamáló eleket kiállította, így együttesünk létszámhátrányba került. Bogdányék a kiállítás ellenére megpróbáltak egyenlíteni, de komolyabb lehetőségek csak a találkozó hajrájában alakultak ki az LTK kapuja előtt. A hazaiak ősszel Mezőkövesden is nyertek 1-0 arányban, és ebben az évben mindkét találkozón a fővárosiak körülhettek. De a két találkozó nagyon szorosra sikeredett, két hasonló tudású, képességű csapatot láthattunk. Ez a mérkőzés azt gondolom az első fél időben az inkább mi rólunk szólt. Úgy éreztem, hogy jól futballozunk, több lehetőségünk is volt. Azt éreztem, hogy megérdemelten szereztünk egy gólos vezetést. A második fél idő az paprikásra sikeredett. A kiállítás az majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy minket zavart meg, és a kiállítás után kimondottan rossz felfogásban futballoztunk, és hát ennek nem nagyon örültem. Mivel készültetek a találkozóra most már? Jelenleg, hogy idén nyertetek kétszer, tavalyi esztendőben is sikerült Mezőkövesden győzelmet aratni, tehát 3 meccset Zsinórban megnyertetek. Mi volt az, ami győzelemre vezetett ezúttal is a Mezőkövesd ellen? Mi az, amivel készültetek? Hát ahogy itt említettük, hogy két hasonló tudású csapat, tehát itt nagyon fontos volt az, hogy rettentő fegyelmezetten futballozzunk, tehát a védekezésre 100%-osan koncentráljunk, és abból megszerzett labdákkal pedig ügyesen próbáljunk meg kontratámadásokat vezetni. Azt gondolom, hogy ezt még egyszer csak ismételni tudom magam, az első fél időben jól megvalósítottuk, a más időkben már kevésbé. Az MLS Fegyelmi Bizottságának határozata értelmében Huszár Géza csak a pályán kívülről kísérhette figyelemmel az összecsapást. Kielezett mérkőzés volt, azért azt tudni kell, hogy az MTK-nak a fiatalai azok 90%-án megfordult az NB1-be. De megint csak oda tudok kiukadni, hogy 0-0-nál mi nem kapunk meg egy 100%-os büntetőt. Utána kaptunk egy kavarodásból egy gólt. Amikor úgy nézett ki, hogy már a második fél időben ugye kijöttünk a második fél időre is kezdtünk támadni, hogy ugye egyenlítsük, vagy esetleg megfordítsuk a mérkőzést, akkor nem is tudom már idegességem, vagy hanyadik percben, a Szabó Viktor kiugrik egyedül kapussal szembe, a partjező fut 15 métert, elhúzza a kapus mellett, a kapus elüti, a partjező nem húz, hogy les, a játékvezető nyúl a zsebébe, hogy kiállítás, ugye? És erre mi történik? A kapusnak sárgát ad, és kiállítja az Elek Norbit, a Szabó Viktort meg a mentő viszi el. Hát ilyen nyomás ellen nem lehet futballozni. Tehát én nem csodálkozok már a játékos, az, hogy én ki vagyok már idegileg, tehát ugye a játékosaimat is most már teljesen kikészítik, ez egyszerűen felháborító. Csapatunk a játékképe alapján nem érdemelt vereséget, a végig kiegyenlített találkozón. Elég annyit mondok, a Szántai Leventének nem kellett védeni ezen a mérkőzésen. Hát nem volt helyzete az MTK-nak, egy kavarodásból, egy véletlen találattal szereztek vezetést. Nem mondom azt, hogy nekünk volt sok lehetőségünk, de egy kiegyenlített mérkőzés lett volna, és nem lehet tudni, hogyha egyenlő létszámban maradunk, akkor milyen végeredmény születik. Ráadásul az is nehezített a dolgot, hogy két esetben is a Szabó Viktor mellett Lakatost is kényszerű okokból kellett lehozni. Az, hogy nem tudtál megfelelően cserélni, mennyire befolyásolták az, hogy nem sikerült végül az egy pontot legalább megszerezni. Persze, hát muszáj volt cserélni, mert ugye a eleket kiállították, ugye lyukas lett volna a védelmünk közepén, muszáj volt védőt cserélni, nem tudtam előrehozni egy gyors embert, aki esetleg meg tudja futni az MTK védőit. Így is a második fél időben azért az éles szilárd legalább háromszor bement mögéig, nagyon veszélyes beadások jöttek. Volt egy, ami
pontos hívák érkezett a kapu elé, oda egy magasabb ember érkezik, abszolút gólhelyzet. Úgyhogy hát nehéz így persze, nehéz az élet adta a szituációt, hogy hogy cseréljek. Labdarúgóink továbbra is a harmadik helyen állnak a tabellán 40 ponttal. Sivákék hátránya 7 ponttal is levezető Nyíregyháza mögött. Együttesünk legközelebb a Kazincz Barcika ellen lép pályára hazai környezetben. Nem tudom, mi van a Szabó Viktorral, nem tudom, mi van a Lakatosra, a Elek kiállítva, a Éles Szilárd, a 5 sárgás, azt hiszem, mit mondjak ilyenkor? Ezen gondolkozni kell még, ezt nem tudom most 5 perccel a mérkőzés vége után megválaszolni. A Kazincz Barcika elleni megyei rangadót április 10-én vasárnap rendezik meg. A mérkőzés 16:30 perckor kezdődik a Városi Sportpályán.